Hello, hello, sziasztok! Amint emlékeztetek, egyszer tettem ki egy képet a YouTube-ra, és megkérdeztem tőletek, ha szeretnétek egy kérdezz-felelek videót, és oda nagyon sok kérdéseket tettetek nekem fel. Instagramon is érkezett, privátban is még egy pár kérdés. Hoppa! Úgyhogy most ezt a videót fogom elkészíteni, és a kéréseitekre fogok választ adni. Igen, érkeztek elég jó kérdések. Most például azt szeretném itt gyors megkeresni, hol is vannak. És ha megtalálom, akkor kezdjük is a videót. Na szóval, Tomi befigyel, a férjem pólója befigyel, kérdések itt, kezdjünk is bele. Első kérdés, hogy viseled, hogy amikor távol van a férjed, minden munka rád hárul? Legelején nagyon nehéz volt, meg kellett szokjam azt, hogy kinti-benti munka, plusz ott volt Erik is, akkor kezdtük az óvodát, beszoktatás, minden ugye rám nehezedett. Eleinte nehéz volt, de nehezebb volt azt megszokni, hogy a férjem nincs itthon, és hogyha olyan problémába ütközök, amit egyedül nem tudok megoldani, hogy akkor hogy oldom meg, kitől kérek segítséget, vagy hol tanulom meg a dolgokat megtanulni, hogy megjavítani, küszöbölni. Viszont elég nehéz volt a legeleje, őszintén megmondom, de inkább az, hogy nő létemre sok dolgot nem tudtam, és sokan próbáltak emiatt kihasználni, mert azt mondták, hogy nő, nem ért hozzá, és jó lesz majd így, de közben én mindig mondtam, hogy hát az a sarok nincs jól kifestve, ott nincs jól kiglettelve, szóval mindig próbáltam helytállni. Hogyan próbáltok meg spórolni a mindennapokban? Mindent, hogy megpróbáltunk, már megpróbáltunk úgy spórolni, hogy nagy bevásárlásra megyünk, és akkor nem kell eljárni vásárolni, de ugyanúgy mindig jött a kenyér, jött a zöldség, jött a gyümölcs, jött a tej, jött egy citromlé, jött egy üdítő, jött egy az, és mindig felmentél a boltba, és mikor oda kerülsz a boltba, nem csak azt hozod haza, hanem mindent is hazahozol. Próbáltuk már úgy is, hogy akciókat vadásztunk, próbáltunk úgy is, hogy megszabtuk, hogy ebben a hónapban ennyit szabad elkölteni. Őszintén megmondom, sehogy nem jön össze a spórolás. Nem mondom azt, hogy nagy lábon élünk, de például a hasonkon nem spórolunk. Ott spórolunk, hogy nem járunk el nyaralni, nem járunk el sehova, nem megyünk étterembe. Megyünk, de ritkán. Jó, nincs is kivel menjek, mert a férjem ugye nincs. Viszont ruhákat csalnit rendelek magamnak, inkább turiból szoktam venni, mert olcsóban meg tudom venni, és nem járok sehová. A Erikkel is itt helyben viszem el, és annyit, amennyit elmegyünk bárhová, anyósom még, sógornő még, testvére még, felugrunk Debrecenbe, annyi ilyen városi ruhám van a szekrényben, hogy ne kellesen ellássam magam 77 ruhával. Milyen céljaid vannak a jövőre nézve a saját életeddel kapcsolatban? Például munkakeresés, kurzusok, 3 gyerkőc, külsőd. Szóval, a jövőt próbálom mindig úgy látni, hogy fú, de jó lesz, találok munkát, és minden megoldódik, de sajnos itten körülöttünk nem könnyű munkát találni, így a jövőt annyira nem is tervezem. Hanem majd, ha ott vagyunk a helyzetben, hogy el kell menjek dolgozni, vagy ott vagyunk egy probléma eset előtt, hogy na most vagy elmegyek dolgozni, vagy bölcsöde, vagy a férjem hazakérni, akkor majd akkor keresünk rá megoldást, egyelőre nem gondolkodunk rajta. 3. gyerkőc. Én szeretnék 3 gyereket, a férjem nem. És ő kihangsúlyozta azt, hogy van már 2 egészséges gyerekünk,
Kettőt nagyon szépen fel tudunk nevelni, igen, ahol kettő felnő, felnő a harmadik, és viszont ő nem így látja a dolgokat, mivel ugye már mikor iskoláról beszélünk, autóról, jogosítványról, egyetemről, albérletről, esküvőkről, akkor már ugye ez mind tetőzik, és úgy vagyunk vele, hogy a két gyermek, hála jó Istennek, mindkettő egészséges, mindkettő gyönyörű, szép, mindkettőnek tudunk olyan anyagi háttért biztosítani, hogy saját szobájuk legyen, saját kis játszóterük, ha oda kerülnek, az iskolát tudjuk nekik biztosítani, külön kasszát nyitni nekik, de lehet, hogyha volna a harmadik gyerek, ezt mind nem tudnánk nekik megadni. A külsőm, hát a külsőmmel vannak terveim egyelőre. Januárban kezdem elindítani az orvosi vizsgálatokat, mivel vár rám egy pár kisebb műtét, nem esztétikai, hanem egy hasfal összezáró műtét, egy köldöksérv műtét és hasonló. Úgyhogy majd, ha ezeket rendbe raktuk, utána megpróbálok úgy hozzáállni, hogy letelt az egy év, másfél, Lacika már nagyocska, hát a több időm lesz sportolni, tornázni, eljárni, biciklizni velük, jelen pillanatban nem sok mindent tudok csinálni, mert amint egy picit jobban emelek, iszonyatosan fáj a hasam, és nem merem ezeket csinálni. Viszont én nagyon szeretnék, megmondom őszintén, egy gyomorgyűrűt, a férjem egyelőre ezt nem engedélyezi. Akkor mondtam, hogy akkor zsírleszívás, mert ugye nekem a hasammal van a nagy probléma, úgy nézek ki, mint egy 9 hónapos szülésre menő anyuka. Viszont ő ezt egyelőre nem engedélyezi, így ez még egy kicsit jövőben még nem tudom. Milyen sorozatokat nézel mostanában? Én nem tévézek. Van tévénk, van kábeltévénk, fizetjük a kábeltéveit, a csatornát, viszont nem nézzük, a gyerekik az okos részét használják a tévének, aminél a YouTube-on szoktak mesét nézni. Én nem ültem le tévézni évek óta, sorozatokat nem nézünk, csak ha férjem itthon van a mi kis falunk és a Walking Dead, de ugye van, hogy 3-4-5 havonta leülünk és megnézzük egy-két rész és kb. Ennyi. Akkor ismét egy kérdés. Mi az, amit megváltoztatnál, ha tehetnéd, változtatni fogsz? Ezt minden ilyen question and answer videóban megkapom, és mindig mondom, hogy nem szeretnék semmit változtatni. A jó Isten nekem ezt az utat adta, ezt az életet és ezt a családot, így nem változtatnák abszolút semmit. És ha magamon kéne, akkor csak így a súlyommal kapcsolatosan, viszont mást semmit nem szeretnék változtatni. Mi így jól vagyunk, mi így meg vagyunk. Mit gondolsz az örökké okoskodó emberekről, akik mindent jobban tudnak az életeddel kapcsolatban, mint te magad, és hogyan kezeled őket? Hát igen, ez egy olyan téma, amiről órák hosszat tudnánk mesélni, mert ennek két oldala van. Van az az oldala, amikor elkezdik mesélni, hogy most mit mondjak, gyereknevelés, hogy hát én felneveltem kettőt, én felneveltem hármat, adjál szokni a lábára, én már csak tudom, hallgassál rám, végighallgatom őket, és a fejemben lejár a holnapi sütemény, vagy az ebéd receptje, és talán végül bemosolyogom nekik, és megmondom, hogy hát igen, ez jó ötlet. Vagy van az, mikor azért se hagyom, hogy érvényesüljenek, és meg szoktam nekik mondani, hogy igen, ezelőtt 60 évvel trendi volt az, hogy pólyázd a gyereket augusztusban, most bepólyázod, bepálik, mit tudom én, nem púderezzük, mert baktérium gyűlik benne, a ti időtökben a púder volt a menő, én így nevelem, ha elbaszom, magyarán mondva, én baszom el, egyikőtök se fog jönni nekem éjszaka gyereket lötyögtetni, vagy az én hibámat helyrehozni. Okoskodnak. Én megpróbálom mindig az ő oldalukat is megnézni, hogy ők miért mondják azt, amit mondanak, miért látják úgy, ahogy látják, és akkor megnézem az ő oldalukból is, meg az én szemszögemből is, akkor próbálok a kettő közti dolgot úgy egyensúlyba hozni. Kezelni én sem mindig tudom, nekem is, amikor elgurul a gyógyszerem, én is van olyankor, amikor azt mondom, hogy
A picsába már megint itt van egy okos, amelyik próbálkozik, és ilyenkor mindig bennem van az, hogy gyerek ügyileg mondom mostan a példákat, hogy ha van gyereked, akkor add neki a tanácsokat, ha nincs gyereked, csinálj magadnak, nem másoknak add a kéretlen tanácsokat, mert nem mindenki vágyik, vagy nem mindenkinek van szüksége rá. Próbálom amennyire kezelni, és próbálom amennyire lehet nem olyan drasztikusan látni a dolgokat, hogy fú, most megint itt van egy kötözködő, hát itt van, így kerek az élet, így szép a világ, hogy vannak, akik csak feketén látják, vannak, akik színesen, vannak, akik rosszak, vannak, akik jók, de így kerek a világ, és ettől van meg az egyensúly. Ha választanod kellene, mik azok a termékek, amiket soha nem cserélnél le, mert annyira beváltak. Szóval, legelsőnek, amit biztos, hogy nem cserélnék le, attól függetlenül igen, próbálkozok más termékekkel is, de sose szoktam hónapokra, évekre áttérni másra. Megveszek egy terméket, de otthon van az adott termék is, az az arclemosóm és a archoz való kis dolgaim, azokat, bocsánat, nagyon szeretem a DM-ből a Balea medeseket, úgy a tonikját, mint az arclemosóját, mint a arckrémjét, mert mindenmentesek, de ez más tészta, nem fogok belemenni, és azokat szeretem, nem cserélem le, viszont lehet van, hogy meglátok egy nagyon jó terméket, és azt mondom, hogy hű, de jó, próbáljuk ki, és addig még elhasználom ezt is, azt is használom, amit még nem cserélnek le, az a Domestos, mert azzal mosok fel, azzal mosom le a kilincseket, azzal mosok mindent is, kivéve a WC-t, kagylót, mert ezeket nem moshatom, mert bemegy a hipó a szennyvíz aknánkba, és megöli a baktériumokat a szennyvíz tisztító rendszerünkből, és ebbe sajnos nem tehetem bele, viszont amit felmosok, meg takarítok, azt mindig kilököm az udvarra, és nekem ez így jó, azt nem adnám semmiért, két gyerek mellett nekem ez a fertőtlenítés muszáj meglegyen, másképp én nem érzem magam jól. Amit még úgy nem cserélnék le, az nem tudom. Próbálok most gondolkodni, de úgy nem jut semmi eszembe. Nem tudom, ha végén még eszembe jut, akkor még vissza fogok így térni rá. Hű, és nagyon sok kérdés van itt. Helyet cseréltem, mert az akkumulátor kezdi megadni magát, hogy töltőre jöttem. Na, lássuk. Szóval, termék, ha még úgy eszembe jut valami, akkor még úgy... Még úgy a végére beszorom, de most így egyelőre ennyi. Szia, Timi! Nekem az volna a kérdésem, hogy terveztek-e harmadik babát? Ugye az fentébb már megválaszoltam. Illetve Lacika, lesz-e bölcs is? Nem terveztük Lacikát bölcsödébe adni. Itt nehézkes a bölcsödébe adás is, mivel falun vagyunk, itt nincs bölcsöde, városban van, de nagyon sokkal hamarabb, egy évvel kell beíratni a gyereket ahhoz, hogy fel is vegyék, és elsőnek azokat veszik fel, akiknek odaszól a lakcímkártyájuk, utána veszik fel a falusiakat is. De jelen pillanatban úgy vagyunk vele, hogy nem adjuk bölcsödébe, itthon vagyok vele, mondjuk úgy, hogy hála az égnek, meg tudjuk azt engedni magunknak, hogy itthon legyek vele. De ha úgy alakul, hogy bármilyen probléma van, akkor gondolkodás nélkül keresünk olyan megoldást, hogy bölcsibe menjen, hogy elmenjek dolgozni, vagy bármi, de jelen pillanatban nem szeretnénk beadni. Milyen fajta csorbákat lehet készíteni? Hát ugye a csorba az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy választék. A románok csorbának nevezik a krumplilevest is, a zöldbablevest is, mindegyik csorba de kartof, csorba de fasole, csorba de burta, ez a pacalleves, csorba a la grec. Majdnem mindent csorbának hívnak, úgyhogy nagyon-nagyon nagy választékja van, és nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni. Van egy főzős csoportom a Facebookon.
házias receptek. Azt hiszem. Olyan rég léptem fel, most ez nagyon ciki. Süssünk, főzünk együtt. Pakker. Nem tudom a saját főzőcsoportomnak a címét. Hát ez nagyon tréj. Oda szoktam, oda tettem régen fel, süssünk, főzünk együtt, vagy valami ilyesmi. Mindjárt mondom. Oda tettem régen fel nagyon sok... Nem. Házi receptek és praktikák. Na, csak megvan. Házi receptek és praktikák nevezetű Facebook csoport, amikben 11.153 tag van. Nagyon rég léptem fel. Itt van november 6-án, épp, hogy kiengedtem egy pár... posztot is kb. Annyi, meg a YouTube-ra is kezdtem el csorbákat készíteni, még nem tudom, hogy mi lesz a vége, de sokféleképpen. Mi nagyon szeretjük a zöldségeset, a húsgombócosat, a pacal levest, én legalábbis, a férjem nem, úgyhogy ezeket szoktuk elkészíteni, de ha érdekel titeket, akkor többfajta csorbát fogok felcsatolni a YouTube csatornára, és akkor itten tudtok majd több félét együtt elkészíteni velem. Elfogytak videó lesz még, mert én nagyon szeretem. Pont most ezelőtt a videót előtt vettem fel egy elfogytak videót, ami ki is fog menni kedden, azaz 28-án, ha jól számolom. És nem tudom. Az elfogytaknak nagyon kevés a megtekintése, kevesen szoktátok nézni, kevés a like, semmi komment alatta, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy nem nézitek. Nagyon sokan vannak, akik elkezdik nézni, nagyon beletekernek, átuglordják, tekergetik, és annak, hogy ne nézd elejétől végig, és be a 200 ember nézi, amikből 150 végig tekeri, és az a 50 nézi, nem mondom, hogy nem éri meg. De most nem, hogy nem éri meg, nem mondom azt, hogy nekik nem kéne elkészíteni, de annak a tényleg annak a 10-10 pár embernek beszéljek, és mutogassam, és lehet, hogy őket sem érdekli úgy, nem tudom. Hangsúlyoztam most is a videóban, hogy aki kerül a videó, akkor írjátok meg már a komment szekcióban, hogy szeretnétek-e, hogy tovább csináljam. Nem, augusztusban volt a legutolsó, most ez ki fog menni, most november végén. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, nézzétek meg, és várom a ti visszajelzéseteket, hogy szeretnétek-e, hogy csináljak még. A főzős vidik is nagyon jók, köszönöm szépen, szeretem is őket csinálni, szeretek főzni. Viszont valahol én láttam egy sütiset, amit elfelejtettem. Igen, itt van. Szoktatok-e sütiket sütni? Ha igen, mit szerettek mindannyian? A nagy kedvence a családnak az egy ilyen piskóta, puding, gyümölcs és zselatina tetején. Hát abból, ha sütök három tepsivel, sem elég arra az egy délutánra, mert az ahogy sütöm, forró piskótára megy rá a forró puding, rá a gyümölcs, gelatin, és már ki se hűl, mert a szélét mindig szoktam vágni, és ahogy vágom a szélét, ugye úgy hűl befele, és úgy forrakom, úgy mindig befele a szélét le, és úgy pikpak el is fogy. A palacsinta az nagy minden, de süteményeknél még van egy ugyanolyan piskóta, kifőzök csokoládépudingot, azt össze szoktam keverni egy kis vajjal, egy pici tejszínhabbal, az megy rá, külön felverek tejszínhabot, az megint rá, be a hűtőbe, és úgy szeletelni, a krémest, akkor a fanta szeletet, ilyen különböző gyümölcsös, kockára vágva, piskóta gyümölcsel, összekeverve rá a tetejére puding, vagy ilyen krémes, habos krémeseket nagyon szeretik, meg az almás pite, tehát az almás pite és a kavarós, bögrés sütemét, azt nem győzöm csinálni. Valahogy rá kéne venni az embereket a faluban, ne szemeteljenek, legyen tiszta falu a miénk. Ez volt a leges
Hát nem is kérdés, hanem egy ilyen megnyilvánulásnak mondanám. Mondtam Rozi néninek, hogy ez a kérdés éppenség nem ide, nem is kérdés, nem ide való, mert titeket nem érint az, hogy a mi falunk mennyire szemetes vagy sem. Nem nevezném szemét, szóval nem úgy van, hogy mész az utcán és mindenhol szemét van a földön, de egy kis sörös dobozt meg lehet találni minden árokban. Viszont én ahhoz, hogy rávegyem a falut, hogy ne szemetelnek, ahhoz én egy nagyon pici kis porszemcse vagyok, és én ahhoz kevés vagyok. Nem állhatok ki, magam után vegyek két gyereket, és elkezdjek takarítani, hogy rávegyelek tégedet és a harmadikat, hogy ne lőd a földre, vagy azt kéne csinálni, hogy össze kéne szedni, és az illetékesnek beborítani a kapuját. Bocsánat. Vagy összeszedni zsákba a szemetet, és elvinni a polgármesternek, letenni a kapujába, és majd ő kezd valamit, mert vannak közmunkásaink, akik egész nap más tevékenységeket csinálnak, ahelyett, hogy takarítanának. Nem tudom, hogy az ő dolguk-e vagy sem, nem is érdekel. Én ahhoz kevés vagyok, nem az én dolgom ez, ha az én dolgom volna, másképp állnánk hozzá, de amint mondom, ez a csatorna nem erről szól, hogy a mi kis falunkba mik a problémák, hanem ez teljesen másról szól, és a kérdés se úgy volt feltéve, hogy kérdés legyen, így emiatt, így egy kicsit így ezt elkerülöm így a választadást, inkább úgy mondom. Ezek a kérdések, amik a YouTube-on voltak, viszont már 20 perc fölött vagyunk, és nem szeretnék itt órákat beszélni, mert azt meg se néznétek. Úgyhogy ami az Instagram oldalamra érkezett, azokat majd egy másik videóba fogom nektek feltenni, egy második részben, és így elasztom két videóra. Remélem, hogy mindenkinek tudtam olyan választ adni, amivel esetleg kielégítettem a... Azt hittem, hogy a fiam beszél fent, mert fent alszik. Kielégítettem a fantáziáját, a... nem tudom megtalálni a pontos szót rá, kíváncsiságát. Úgyhogy remélem, hogy végig is néztétek, és ha más kérdéseitek vannak, nyugodtan írjátok meg itt a videó alatt is, és szívesen a következő részbe be fogom nektek tenni. Addig is köszönöm, hogy itt voltatok, hogy mindig itt vagytok, megnézitek a videót, lájkoltok, kommenteltek, nagyon sokan bejelöltetek Instagramon, és szoktunk is pár emberrel beszélni, vannak olyanok, akikkel a legelejétől csetelünk, örülök, hogy ilyen kis közösségem van, és ne felejtjétek el, hogy a TikTokon is fenn vagyok, keressetek meg, lájkolgassatok, most elkezdtem oda is tartalmakat gyártani, például a mostani elfogytakból egy kis rész oda is fel fog kerülni. Addig is szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk, sziasztok!